Köszöntöm Önöket, a Paletta magazin adását látják február 18-án, kedden este 3:48-kor a Fehérvár televízióban. Lélekmadár, Szekeres Erzsébet kiállítása, a kultúrházak éjjel-nappal fehérvári eseményei, valamint március 15-ére készül a város. Ezekkel a témákkal foglalkozik mai kulturális magazin műsorunk. Ne menjenek sehova, már is kezdünk. A hagyományokhoz szűen az idei esztendőben is fiatalok bevonásával készül Székesfehérvár március 15-ére. A programról Matusz Jánost kérdezzük. Nos, hát alig 3 hét múlva március 15-e lesz. Az ünnepeken pedig hagyományos módon ismét Matusz János rendezésében idézzük meg az 1848-49-es forradalom kitörésének pillanatait. Tisztelettel köszöntöm Matusz Jánost rendezőként és a programszervező Kft. Művészeti intendánsaként is. Szervusz! Szervusz, köszönöm a meghívást! Nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy az a pillanat, amikor színre léptél, ha úgy tetszik, március 15-ére és október 23-ára gondolok, kicsit megváltozott a világ az ünnepek kapcsán. Fiatalok vették birtokba a Városházteret, és olyan jellegű előadások születtek, amelyek azt hiszem, hogy mindenkinek megmozdította a fantáziáját, és egy kicsit próbáltuk mi is beleélni magunkat, úgy, mint talán régen gyermekkorban. Én nem tudom elfelejteni, az én gyermekkoromban olyan volt egy március 15-e, hogy álltunk sorban, és akkor valaki, Petőfi beszélt, azt mondta, hogy Jókai az én botommal hadonászott, nem tudván, hogy szurony van benne, és egyszer csak kirepült a szurony egyenesen Bécs felé. Nos, ez így volt évtizedekig, és aztán megérkeztél te, hála Istennek teszem hozzá, és hoztál egy új szemléletet. Egyrészt ugye mind a két ünnep az a fiatalok ünnepe. Tehát a forradalmat többnyire fiatalok csinálják, mert ők azok, akiknek nincsen vesztenivalója, sem egzisztenciális, sem pedig szellemi szempontból. Másrészt pedig velük lehet azt a fajta tiszta, kreatív munkát elvégezni, ami ezeknek a forradalmaknak a tisztaságát a leghívebben visszaadja. Harmadrészt pedig kell hozzá egy olyan város, mint Székesfehérvár, ami ekkora mennyiségben ontja a legkülönbözőbb művészeti ágakban a tehetségeket. Én tehát gyakorlatilag ezek alapján összefogtam azt, amit itt találtam, és megpróbáltam belőle egy újfajta szintézis létrehozni. Mégpedig úgy, hogy szokták tőlem kérdezni, hogy hát ez a rengeteg munka egy előadásért, két előadásért. Igen, az ünnep az mindig egyedi. Az ünnepből nem lehet szériát csinálni, tehát ez a rengeteg munka, ez a rengeteg dolog egyetlen egy olyan előadásban csúcsosodik ki, amelyben a forradalom tisztaságát, erejét, vitalitását és egyszerűségét a legtisztább formában diákokkal megmutathatjuk. Nem lehet és nem is kell ebből szériát csinálni, én azt gondolom, viszont rendkívüli méltóság és felelősség kísér egy-egy ünnepet. És nagyon jól tudjuk, hogy számtalan olyan diákszínpad létezik Székesfehérváron. Gondolok itt elsősorban a Fehér Holló, a Ciszterek, a Széchenyisek, a Tedi, akik most ebben az esztendőben, tehát a Teleki Blanka Gimnázium diákszínjátszói, akik idén szerepelnek. Ez egy nagyszerű dolog. De a felelősség mégis bizonyos értelemben egy személyben a tiéd. Igen, én igazából egy szellemi, akusztikus és verbális kalandra hívom őket. Az én előadásaimnak nagyon nagy szerep jut az előadásokban Csárta Balázs zenéjének, ő az én alkotótársam. Ezt a korosztályt, ezt a generációt nagyon magas szintű, minőségi, különleges zenével is meg lehet fogni. Én mindig a zenék és a szövegek különlegessége, egyedisége kapcsán tudom őket megfogni, és így megyünk végig együtt azon az út, aminek az eredménye eddig még mindig egy maradandó szellemi élmény lett számukra. Megérkeztünk március 15-éhez 2020-ban. Különleges pillanatok várnak rám. A cím maga Én Petőfi.
És ez egy olyan darab, ahogy említetted, hogy a zene és a ritmus is fontos szerepet játszik, ugyanakkor nagyon fontos számunkra az a történelmi pillanat, amikor Petőfi és társai megfogalmazták azt az üzenetet, ami elkísér bennünket a mában is. A 48-as műsoroknak a dramaturgia viszonylag egyszerű, mert egy folyamatos crescendo az egész. Egy folyamatos, ünnepélyes, méltóságteljes crescendo az egész. Elindul 3-4 emberrel aznap hajnalban, és elérkezik a Nemzeti Múzeum lépcsőjéhez 10 000 emberrel néhány órával később. Ezt a fajta brutális energiakiáramlást kell nekünk évről évre megmutatni a gyerekekkel a színpadon, és mindig van valami aktualitása, hogy miért ezt vagy azt az iskolai közösség kérem fel együttműködésre. Az én Petőfinek a titka tulajdonképpen az, hogy itt egyfajta párhuzamot tudok vonni 1848 március és 1989-es rendszerváltás pillanatai között. Tehát ez egy nagyon komoly felütés. Igen, az apropója pedig az volt, megint csak a bőséges székesfehérvári adalék, amivel az ember dolgozhat, hogy idén 10-es a Telekiben Csengei Márton, a Csengei Márton pedig Csengei Dénesnek, az MDF-es alapító atyának az unokája. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor én a Csengei Mártonra írtam egy 48-as Petőfi szerepet, akkor tulajdonképpen a Csengei Márton játssza el azt 48-as Petőfit, aki verbálisan, tehát szövegében is, és néhány más dolgában is a saját nagyapja 1989-es alakját kísérli meg felidézni. Tehát miközben a diák egy szerepet tanul, időközben megemlékezik a saját nagyapjáról, és a két forradalom így valamilyen féleképpen összecsúszik. Tehát ez a kora közelmúlt találkozási pontja. Hogy lehet megtalálni a találkozási pontjait? Hogy hát, fogjuk mi megérteni, hogy vannak összefüggések a 48-as események, március események, illetve a rendszerváltozás hajnala között? Hát például 1848-ban a Pilvaxban volt a közvélemény kerekasztala, 1989-ben volt az ellenzéki kerekasztal, 1848-as időszakban Magyarország egy titkos rendőrség által bőségesen behálózott világ volt, 1980-as évben a késői Kádár korszakban szintén. És vannak olyan magányos hősök, olyan tiszta lelkű emberek mind a két korban, akik tulajdonképpen a forradalmak ügyét a vállukra viszik. Egyébként a Petőfi naplóbeli szövegeiben én Csengei Dénes szövegeket is beidézek. Tehát ez azt jelenti, hogy a fiataloknak fel kell készülniük arra, hogy egyik oldalról a 48-as szituációkat elemezve próbálják bemutatni nekünk, másrészt pedig a közelmúlt történéseit. Mennyire vevők erre a srácok, lányok? Ugye a próbák elején, közepén tartunk még, az elemzések elején tartunk, egyelőre még a zenék ritmikáját mutattam meg nekik a szövegben. Én nem most éppen a telekébe fogok menni egy ritmikai próbára. Aztán tulajdonképpen azt tapasztalom, hogy magukba szívják óhatatlanul. Tehát tulajdonképpen nem is kell nagyon sokat mesélni, mert mivel energiákról beszélünk, és lendületről beszélünk, és falakat áttörő bátorságról beszélünk, ez tulajdonképpen ennek a korosztálynak első számú hívó szavai közé tartozik. Hol vannak a találkozási pontjai azoknak a beszédeknek, amelyek elhangzottak március 15-e kapcsán 1848-ban, illetve a leíró részek, illetve ami 1989-re vonatkoznak? Egy stupid hatalom végelgyengülésének bemutatása és az erre ráreflektáló változtatni akarás, az a fajta történelem, hogy elegünk van a szüleink gyávaságából, és szeretnénk a saját sorsunkat a magunk kezébe venni, egészen addig, hogy ha mi nem tesszük ki más tenni. Azt gondolom, ezek azok az alapvető hívószavak, amelyek minden forradalmi helyzetnek a motorját képezik, és tulajdonképpen az ki kell menni az utcára, és vállalni kell önmagunkat, és vállalni kell apáink és nagyapáink helyett is a sorsot. Ez azt gondolom, hogy 1989-ben pont így történt.
Hogyan találtad meg a szereplőket? Hiszen itt nyilván nem kellett toborozni, mint ahogy a 48-as forradalomnál sem, hanem jöttek a hívószóra, felismerve azt, hogy ez jön maga a csoda egyik oldalról. A másik oldalról ugye Csengei Marcit említetted, hát tudjuk, hogy ő egy rendkívüli tehetség a versünnepeken, és azóta már számtalanszor bizonyított a színházban is, illetve nálad a különböző találkozókon, illetve darabokban, de a többieket hogy lehet megtalálni? Én, mivel ugye most néhány éve már nem egy saját külön kis csapattal dolgozom, hanem egyet tovább léptem, ha úgy tetszik, és komplett iskolai közösségekhez megyek én oda ezekkel az ajánlatokkal, ezért én mindig bevonom az adott iskola drámapedagógusát, drámatanárát, és megkérem, hogy segítsen nekem castingolni. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az kiválóan bevált. Ugye az adott iskola ismeri nagyon jól, hogy melyik milyen diák éppen hol tart, és eddig én még mindig kiváló ajánlatokat kaptam a különböző szerepekre. Ahogy beszéltünk az elején, meghatározó a zene és a ritmus, ugye Cserta Balázs milyen zenét szerzett erre? Tudjuk, hogy végtelen a fantáziája Balázs. Igen, ugye ott a háttérben azért ott működik egy nagy szellemóriás, aki ugye a Szirtes Edina, aki ugye a kreatív agya ennek a zenei világnak. Úgyhogy a Balázs az emókussal karöltve szokta létrehozni, és azért kialakul most már Fehérváron a 48-as műsoroknak egy nagyon határozott, csak Fehérváron arra jellemző zenei világa. Itt van ugye a Mókus által írt nemzeti dal, a Talpra Magyarnak a fehérvári változata. Itt van a ritmizált 12 pont. Itt volt tavaly a Feltámadott a tenger, amit szintén meg sötétedik. Idén jön, újabb két szám érkezik be, a Dicsőséges Nagyölek és a Kemény Szél Fúj. Tehát gyakorlatilag létrejött, ha úgy tetszik, egy 3/4 órás olyan világzenei fehérvári 1848, amely a világ összes színpadán megállna a helyét zeneileg. Milyen koreográfia illeszkedik ehhez a darabhoz? Én második alkalommal van szerencsém Tátrai Rékával, a Vasvári Gimnázium végzős, most már végzős diákjával dolgozni. A Réka egészen kitűnő, kiváló tehetségi koreográfus, én nekem nincsen vele dolgom, átbeszélem, hogy mit szeretnék, és egészen kitűnő dolgokat szokott a színpadra hozni. Úgyhogy Cserta Balázs mellett ennek a darabnak ő a másik alkotótársa. Nagyon fontos, hogy egy ilyen darab semmiképpen nem szikár, hanem érzelmekkel teli. Szenvedélyes darab, ugye egy forradalom előestén és kirabbanása pillanatában nagy szenvedélyek szabadulnak fel mindkét oldalon. Tehát a gyűlölet és a rajongás egytőről fakad. Minden egyes darabomba beleveszek valamit a humorból, az iróniából, a szarkazmusból, mert azért ezt mégiscsak ezer ember szokta nézni a szerencsére a főtéren felállított színpadok előtt állva, akármilyen idő is szokott lenni. És én azt szeretném, hogy élményt kapjanak, mert az ünnep az én olvasatomban nem más, mint szintiszta élmény. Röviden még esik szó a mellékszereplőkről, akik ugyanolyan fontos szerepet játszanak azért, hiszen itt lesz vegyeskar, táncosok, néptáncos párok. Így van, ugye a Telekivel való választásomnál most másodszor dolgozom a Teleki kórussal, idéntől ugye Rainer Anett a tanárnő vette át autági nyugdíjba vonulás után a kórust. Nagyon fontos nekem, hogy egy minőségi kórus hangzás szóljon a háttérben, ebbe az élő zenei szövetbe ágyazva, és hát gyakorlatilag egy 10-12 főből álló alkalmi tánctársulatot is toborozott nekem a Teleki Gimnázium igazgatósága, akik a márciusi ifjakat egészítve fogják alkotni a forradalmi tömeget. János, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Bizonyos vagyok benne, hogy minden Székesfehérvár és mi magunk is érdeklődéssel várjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lélekmadár Szekeres Erzsébet kiállítása Kallós Zoltán emlékére a Szent István Művelődési Házba várják az érdeklődőket a Magyar Örökség díjas textilművész kiállítására. A Szent István Művelődési Házban nyílt meg Szekeres Erzsébet Magyar Örökség díjas textilművész Lélekmadár című kiállítása.
Az alkotót, akinek művészete ékszerragyogású harrottasai hímzésmódja a tiszta forrást idézik meg, Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte. Az, amit Kallós Zoltán tanár úr összegyűjtött, az az emberiség közös kincse, jelesül a magyar lélek sajátja. Valami olyan érték, ami időtálló, időtlen, a változások fölött álló. Amikor ő ezeket összegyűjtötte és elénk tárta, mindannyiunk lelkében valami hasonló érzés rezonált, a szépségnek valami hasonló megtapasztalása talált otthonra. Azt hiszem, hogy ebből a fölismerésből, ebből a tapasztalásból fakad Szekeres Erzsébetnek is sok-sok műve, amely ugyancsak ugyanabból a tőből fakad, ugyanúgy színesíti és gazdagítja a világot. A lélekmadár a lélek felemelkedését és megdicsőülését szolgálja a népi énekekben. Szekeres Erzsébet tehát nem véletlenül választotta kiállításának címéül. Textilművészete fali képei Kallós Zoltán örökbecső emlékének megőrzését szolgálják, a népi szimbólumok nyelvén szólalnak meg, mintha a látogató a válaszúti néprajzkutató balladák könyvét tartaná a kezében iránymutatásul. Amikor a Tündérszép Ilona és Hárgyérős Királyfit megismertem, egész véletlenül került a kezembe Kallós Zoltánnak a legeslegelső balladás könyve, ami megjelent a 70-es években, és az egy ilyen kis francia levélformájú volt az a könyv, nem ami mostanában látható, és kresvászon alappal volt borítva, és soha nem felejtem el, kalotaszegi hímzés volt a borítóján rajta. És akkor már könnyebb volt azokat a balladákat megértenem Kriza János után, amit Kallós Zoltán gyűjtött. Most ezt a könyvet én úgy hordtam a hónom alatt, mintha a Bibliám lett volna. Kovács Gergelyné kultúrtörténész a Szekeres életmű alapos ismerőjeként a lélekmadár szimbólum megtalálásának történetét emelte ki, azt a magasztos világot, aminek megjelenítése az alkotó küldetése egyben. Az őrszem. Nos, az őrszem voltaképp minden egyes lélekmadár, hiszen itt Erzsi rengeteg lélekmadarat hímezett, festett meg, és itt legszebb, rögtön ahol majd megnyitjuk a dolgot, a Lélekmadár című gyönyörűséges varrottasa, amelyen Krisztus Urunk halálának évét visszaidézve 33 lélekmadár, mondjuk a magyarság életfáján honol. Szekeres Erzsébet a látogatók lelkének gazdagítását szolgáló alkotásai az ősi magyar hitvilág 21. századi hírnökei, vezérfonalául szolgálnak a mindennapokhoz és az ünnepekhez egyaránt. A kiállítás március 31-ig tekinthető meg a Szent Korona Galériában. Más-más területen tehetségesek, más-más korosztály képviselői a közös bennük és élettörténetükben Székesfehérvár. Többek között ez is kiderült a Kultúrkafé legutóbbi állomásán, melynek a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény keretében a Gárdonyi Géza művelődési ház adott otthont. Nem a betanulás szintjén kellett verset mondani, hanem felfogtam és úgy mondtam a verset. Az körülbelül 2 éve volt, amikor először neveztem a versünnepre. Neyfel Nóra a 2019-es versünnep győztese, Vörös Janka énekes, Tátrai Réka Fehérvár táncosa és Arany Endre DJ, mindannyian felidézték a kezdeteket, a sikerhez vezető út első lépéseit. 9-es lehettem, és akkor úgy igazából megtaláltam az elektronikus zenét, kimondottan az ilyen house-os zenéket, ugye akkor jöttek be az ilyen Martin Garrix zenék, meg hasonlók, és ez így nagyon megtetszett, és hogy DJ-k mit csináltak, és így elkezdtem utána nézni. Először csak így kíváncsiságból, aztán végül pedig, na akkor miért ne próbáljuk meg, és akkor ezt követően nagyjából egy évvel én is elkezdtem, vettem egy kis kontrollert magamnak, és azon ott bohóckodtam magamnak otthon, elszórakoztam, ez nagyjából 2 évig volt, és akkor utána mondtam azt, hogy jó, akkor most lépjünk egy szintet, és akkor keressünk magunknak közönséget és fellépési lehetőségeket. Általános iskolában kezdtem el társastáncolni, ezt egy ilyen 5 évig csináltam körülbelül, és hát lett ez a Fehérvár táncosa verseny,
és gondoltam, hogy most kipróbálom magamat szólóban is, úgyhogy onnantól kezdve átértem a jazzbaletthez, és azóta is próbálom magamat mindenféle tánc stílusban kipróbálni. A beszélgetős est kezdeményezése nem csak a közönség számára értékes, a résztvevők is gazdagodhatnak tapasztalatokkal az övéktől eltérő területen tevékenykedő társaiktól. Engem általában inkább énekelni szoktak hívni, nem beszélgetni, úgyhogy még a gondolataimra olyan sokan nem voltak kíváncsiak. Ez minden esetre megható, úgyhogy persze elfogadtam a felkérést, és hát most itt is vagyok. Nagyon tetszik, hogy szakítanak időt, helyet, energiát, pénzt egy ilyen jellegű eseményre. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy főleg a fiatalokat próbáljuk megérinteni, hogy egy kvázi közeli korosztály át tudja adni a saját tapasztalatait. Persze óriási generációs szakadék van közöttünk. Ezt tudom, mivel tanítok most már elég régóta középiskolában is, főiskolában is, és azt érzem, hogy a mai tizenéveseknek az egyik legnagyobb problémája az, hogy demotiváltak. A motiváció hiánya egy ígéretes karrier komoly veszélye. A művelődéséhez egyik célja éppen ezért az, hogy a példamutató fiatalokat bemutassák a közönségnek ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken. Fejével nagyon sokszínű és rengeteg tehetséget karol fel, nagyon sok lehetőség van, ahol ezek a fiatalok megmutatkozhatnak, és hát előtérbe is kerül az, hogy miben tehetségesek, és mi ezt szeretnénk itt ma is megmutatni, hogy milyen sokszínűek itt a fiatalok, mennyi mindenben nagyon jól teljesítenek, és ezáltal példát is mutathatnak másoknak azzal, hogyha energiát és munkát fektetnek bele abba, amit szeretnek, akkor igenis valóra válhat az állam, és bármi válhat belőlük. A péntek este az igazi kávéházi diskurzusok hangulatát idézte meg a Kultúrházak éjjel-nappal program keretében. A Leffe Holc Marietta vezetésével zajló beszélgetés kötetlen, vidám atmoszférában ismertette a fehérvári tehetségek pályáját. Maradjunk még a hétvége történéseinél. A Szabadművelődés házában, szintén a Kultúrházak rendezvény keretében egy nagyszerű koncertre várták az érdeklődőket, ahol Ferenczi Gyuri és a Rackák muzsikáltak. Ferenczi György és az első pesti Rackák volt a Szabadművelődés házának vendége a Fehérvári Kultúrházak éjjel-nappal program sorozat műsor kavalkádjában. A népszerű és nagyszerű zenekar számára egy-egy ilyen találkozó a valaha volt művelődési házakba való visszatérést is jelenti. Beviszi a fiatalság tudatába azt, hogy azt a szót, hogy kultúrház, ami a fiatalkorunkban azért nem ezt jelentette. Nagyon-nagyon sokat muzsikáltam, úgy kezdtem 80-as évek közepétől folyamatosan, én kb. Évi 300 koncertet vidéki műfázakba jártam muzsikálni, meg Pesten is, és ugye mit jelentett a művelődési ház? Azaz egy hely volt, ahol volt művelődés, mert általában volt könyvtár, voltak rendezvények, színházi előadások, egy csomó minden, és ez nem függött az illető hely méretétől. Az, hogyha ez vissza tud kerülni az emberek életébe, ez a szó, hogy művelődési ház, azzal nem csak a ház szó kerül vissza, hanem a művelődés is, és ez egy iszonyú hasznos dolog a mai világban. Ki kell találni a 21. századi új formáját, hogy lehet, mert most már mobiltelefon, internet, minden van, ez már egy másik világ, de ettől függetlenül ugyanannyira fontos. Én nem akarom, nem fogom önt megörökíteni. Csak azt ajánlom, amíg lézen szerencsétlenség egymáshoz, akkor beszéljen vélem emberségesen, mert én ugyan nem tartom magamat nagy embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy új parányok, amiről ön nevet kalappal szóljanak velem. Na ezt a többi A Racka Jam együttes műsorában ezen az estén is összeolvadt a magyar kultúra és a rock'n'roll forradalom szeretete. Így fért össze a kalotaszegi népzene Petőfi és Gérec Attila verseivel, a rock a szájharmonikás virtuózitással. Elég beteg zenét játszunk, de hát ez mindig is így volt. Ebből látszik, hogy tehát itt kapcsolódik össze, hogy miért kell a művelődési ház. Mert az, hogyha van művelődési ház, akkor a mi zenénknek van létjogosultsága. Egyébként is van, hál' Istennek, de azért tök jó lenne, hogyha ezek így visszajönnének
a magyar kulturális életbe, hogy az ilyen beteg zenekaroknak is komoly olyan otthonuk legyen, hogy ez a demokrácia bizonyítéka, hogy a hatalom bízik a saját erejével. Nos, a zene hatalma joggal bízott az erejében, így aztán nem lehetett kérdéses, hogy a rendkívül energikus produkció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban és humorban gazdag estét. Kedves nézőink, Paletta Kulturális magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!